Ismét az igazgatói szobában vagyunk, és előttem három érem, és az éremhez tartozó egy nagyon szép plakett, és ennek a csodaszép dolognak a tulajdonosa Hallgat Fanni. Hallgat Fanni, aki a filmjeinket rendszeresen követők jól ismernek, mert hogy Fanni nagyon szorgalmasan edzve, nagyon szép futó eredményeket ért el. Fanni, arra kérnének, hogy beszélj ezekről az érmekről. Talán beszéljünk először a legfrissebb éremről, és aztán innen haladjunk visszafelé az időben. Most volt nemrég a 10. hónap elején a mezei futás. Itt állítólag 2 kilométert kellett futni, de kicsit kevesebb volt szerintünk, de nem baj. Ott első lettem a 7.-8. lányok között. Aztán ezt megelőzően, tulajdonképpen a komolyabb eredmények története jön most, ha jól tudom. Voltunk Stápió Szecsőn egy futóversenyen. Ott futottam először a 2,1 kilométeren, és ott a lányok között első lettem. Ott szereztem az egyik érmemet. A másik érmemet, meg a kupámat, azt viszont a 10 kilométeren az abszolút női első helyemért kaptam. Ez nagyon-nagyon szép eredmény. Mi teszi különösen szépé még? Ha jól tudom, ugye talán a korosztályod nem ugyanaz volt, mint amilyenben indulhattál volna, bár ez már Monakóban is megtörtént, hogy egy erősebb korosztályban indulva lettél. Akkor hányadik Monakóban? Második lettél. Akkor második lettél, de idősebb lányok között. Igen. Itt, mint hogy ennek a versenynek is egy ilyen háttere lenne, beszélj róla, kérlek. Hát akkor abszolút női első lettem, tehát... Ez azt jelenti ilyen gyakorlatban, hogy magyarázd meg nekik. Hát azt, hogy minden nőt lehagytam. Ez igen. Ami azt jelenti, hogy voltak idősebbek. Majd. Mennyivel? Mennyivel idősebb lányok nők között futottál? Mindenféle, tehát 20 éves, 30 éves, 10 éves. És ebben a mezőnyben végeztél az élen. Igen. Hát Fanni, mit tudunk erre mondani? Csak egy szó van erre, hát gratulálunk. Köszönöm.